Köszöntöm a nézőket. Biztosan sokan észrevették, talán már ki is próbálták azt az elektromos buszt, ami múlt héten állt forgalomba itt Székesfehérváron. Erről fogunk beszélgetni, illetve a Zöld Busz mintaprojektről, a Zöld Busz programról vendégeimmel. Mészáros Attila a polgármesterrel és Fehérvári Tamással, az Electrobus Europe ZRT ügyvezetőjével. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük a lehetőséget. Hát ahogy mondtam, ugye múlt héten hétfőn állt forgalomba ez az elektromos busz, járja itt a várost, és ez egy mintaprojekthez kapcsolódóan kerülhetett ide Székesfehérvárra. Mit lehet tudni erről a mintaprojektről? A kormánynak nagyon komoly vállalásai vannak környezetvédelem területén is, és nyilván a szénmonoxid csökkentéssel összefüggésben nagyon fontos előremutató feladat a tömegközlekedés átalakítása, hiszen azért valljuk be őszintén, még sok helyen még régebbi típusú autóbuszok járnak, és ennek a teljes flotta átalakítását a közeljövőben meg is kell tenni, hiszen olyan uniós direktívák is vannak, és olyan magyar vállalások, amelynek ennek meg kell felelni. Például 2022. január 1-től csak elektromos buszt lehet már vásárolni a közösségi közlekedésben. És hát nyilván Székesfehérváron is azért sok feladatunk van e kapcsán, hiszen korábban azért nagyon előregedett régi járatokkal szolgálta a tömegközlekedést Székesfehérváron. Ugye ennek egyik fontos lépése volt, hogy a tavalyi évben már 23 csuklós buszt lecseréltünk új dízel járművekre, és most a szólóbuszok tekintetében csatlakoztunk ahhoz a programhoz, amelyet a kormány indított el, egy zöld busz program néven. Ennek keretében ebben az évben, illetve tavaly ősztől idén nyárig 8 városban lesz majd lehetőség elektromos buszt kipróbálni, és hát nyilván nagy örömmel csatlakozott hozzá Székesfehérvár, hiszen nyilván a mi céljaink, a jövőképünkben is az lebeg, hogy erre a formára is szeretnénk áttérni, amely nyilván nem egy egyszerű, hiszen nyilván erről majd fogunk beszélni, hogy ez nem csak egy autóbusz, hanem ez a szükséges infrastruktúra is, és elektromos hálózat, és sok minden kell ehhez, de nagy örömmel vágtunk bele ebbe a munkába, és hát nyilván külön öröm, és hát ehhez azt gondolom, hogy talán ragaszkodtunk is, hogy mindenképpen helyi autóbusz menjen a helyi utakon, és szerencsére ez a kereslet kínálat ilyen értelemben tudott találkozni, úgyhogy február 1-én elindulhatott a zöld busz Icarus néven itt Székesfehérváron. Igyekeztünk a kollégákkal, Volánbusszal és Icarusszal is úgy megállapodni, hogy a város minden területére kiterjedjen ez a próba, és gyakorlatilag két vonal kivételével minden járaton egy-egy napot megy a busz, úgyhogy a következő időszakban is február 28-áig buzdítok mindenkit, hogy ezt használják ki és próbálják ki. 56 millió forintot kapott a város a kormánytól, illetve az Zöld Busz projektirodán keresztül ennek a menedzselésére. Itt nyilván fontos, hogy a szükséges infrastruktúrához hozzájáruljunk, a pilóták, illetve a vezetőknek a képzéséhez, és minden infrastruktúrát tudjunk ahhoz biztosítani, hogy gördülékenyen menjen ez az egy hónapos próba. Ugye Icarus buszról beszélgettünk, ami most forgalomba állt, és létrejött egy cég, vagy nem tudom, hogy mikor jött létre egyáltalán, de hogy köze van ehhez az egészhez, az Electrobus Europe ZRT-nek. Mit lehet tudni erről az ZRT-ről? Így van, egy kicsit visszamegyek az időben. A cégünket 2018 nyarán alapítottuk. Ugye ez egy Icarus többségi tulajdonban lévő vállalkozás, és alapvetően azzal a céllal hoztuk létre, hogy meggyorsítsuk az elektromobilitásba való becsatlakozásunkat, mint Icarus. Ugye Székesfehérváron nem kell bemutatni, hogy itt komoly járműgyártó tapasztalat van, ami alapvetően a korábbi dízelhajtásokra és a járműveknek, maguknak a felépítményeknek az építésére szorítkozott, illetve ezben voltunk mi igazán szakértők, és 2018-ban ekkor jutottunk arra a felismerésre, hogy ahhoz, hogy igazán időben meg tudjunk jelenni ezen a piacon, ahhoz egy tapasztaltabb partnerre van szükségünk, és ezt a céget megalapítottuk közösen a kínai CRRC nevű nagyvállalattal, akik elektromobilitásban abszolút piacvezetők, ők egyébként a világ legnagyobb vasúti járműgyártói, és a buszüzletáguk is évente 6-8-10 000 darab elektromos buszgyárt alapvetően belső kínai piacra, és mi ebbe a
a know-how-ba csatlakoztunk be. Ezek a számok nagyon nagyok, hát ugye 8-10 ezer darab buszt mondtam az előbb Európában per ma, olyan 2500 elektromos busz van összesen forgalomban. Ugye ez többféle gyártótól tevődik össze. Ehhez képest ugye Kínában most már több mint 500 000 elektromos busz teljesít szolgálatot, tehát az üzemeltetési tapasztalat sokkal-sokkal nagyobb. Úgyhogy ezért hoztuk létre így ezt a vállalatot, és hát ennek a vállalatnak a keretében az Icarus mérnökei a mi megbízásunkból és közös fejlesztés keretében konstruálták meg azt a járművet, ami most az utakon fut. Hát akkor beszéljünk egy kicsit erről a járműről egyébként, amit most már én még csak láttam, még nem sikerült kipróbálnom, de nagyon szeretném, hogy hát milyen paraméterekkel rendelkezik ez a busz. Igen, ugye ezt Icarus City Pioneer-nak hívjuk, egy városi felfedező zöld szeretnénk belőle csinálni. A legfontosabb ismertetőjele, és ez az Icarus mérnökének a munkáját dicséri, hogy egy teljesen egészében rozsdamentes vászszerkezetből épült jármű, tehát rozsdamentes acélból készült. Ez túl azon, hogy már a gyártás során a környezet terhelést is csökkenti, mert nem kell felületkezelést és különböző védelmi eljárásokat alkalmazni. Azért is nagyon fontos, mert a jármű életciklusát hosszabbítjuk meg ezzel a tisztán acélvászszerkezettel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi 16 év átrozsdásodási garanciát vállalunk a járműre, ami egy elektromos busznál, ami ugye azért egy nagyságrenddel többek körül a dízelbuszoknál nagyon fontos, hiszen minél tovább tud forgalomban állni, annál nagyobb értéket képviselhet ez a jövendőbeli vásárlóknak. A jelenlegi konfiguráció, ami a város útjain is fut, az 314 kW-os akkumulátorral van felszerelve. Ez nagyjából olyan 250 km-es maximális hatótávolságot feltételez. Hát most tapasztaljuk pont ki itt mint a projekt kapcsán, hogy ez a sofőrök lábától, az adott útvonaltól és az időjárástól éppen mennyit jelenthet, de azért az elmúlt egy hét tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy a város és a volán által összeállított fordatervben, amiben átlag ilyen 180-210 km közötti futásokat kellett teljesíteni a busznak, azt tudta és kényelmesen teljesítette. A férőhelyeket tekintve mennyi ember szállhat föl erre a buszra? Ez egy klasszikus városi jármű, ugye alpolgármester is elmondta, hogy szóló buszok cseréjén gondolkodik ugye a város, illetve a városi közlekedésben ezek a legjellemzőbbek. Ez egy 12 méter hosszú busz, három ajtóval, végig alacsony padlóval, és ennek megfelelően 28 ülőhely, és hát ilyen 50 plusz állóhely van nyilván, hogy mennyien szállnak föl, meg egy típusengedély szerint egyébként 56 ember álló hely van a járművön, kényelmesen el is lehet ennyien azt gondolom férni. Tehát összesen olyan 80 utast kényelmesen el tud szállítani a jármű. Én eléggé laikus vagyok ebben a témában, de hogy mondjuk így a töltés, az hol történik? Vagy? A töltés ennek a projektnek a keretében most az Icarusnak a telephelyén történik. Ott alakítottuk ki azokat a töltőoszlopokat, nem csak az Icarus által a buszhoz alapvetően adott töltővel, hanem a zöld busz mintaprojekt keretében is van egy úgynevezett vándor töltője ennek a projektnek. Mind a két töltővel fogjuk tölteni ebben az elkövetkezendő egy hónapban a járművet. Ezt azért tesszük ugye, hogy a projekt, a zöld busz mintaprojekt is szerezzen tapasztalatokat a töltésről, illetve a különböző töltők közötti átjárhatóságról. Ugye egy busz ne csak azzal a töltővel lehessen feltétlenül tölteni, amit a járműgyártó ad, és vice versa, hogy egy töltővel többféle buszt is lehessen tölteni. Egyelőre ez is úgy látszik, hogy működik. És hát most egy olyan töltőkkel dolgozunk, amik gyakorlatilag 2,5 óra alatt föl tudják tölteni ezt a járművet. Nem azt mondom, hogy nulláról, mert nyilván teljesen nem merítjük le, de közel nulláról erre a 314 kW-ra. Nagyon örülünk ennek a mintaprojektnek, hogy Fehérvár is bekapcsolódhatott. Mekkora munka előzte meg ezt, hogy itt is elindulhasson ez a mintaprojekt? Hát több hónapos előkészítő munka zajlott nyilván a projektirodával, az Icarusszal és a Volán busszal közösen. Nyilván ez több kérésünk is volt a tekintetben, akár a külső design elemek, hogy nyilván azért ez alapvetően egy fehér busz és a zöld busz tekintetében azért nálunk Fehérváron ez egyéb kérdéseket is felvetheted, de mindenki látja, hogy milyen szép kék és egyéb színekben pompázik a zöld busz, amelyre nyilván figyelemfelhívásként azért a Sóstó projektet is megpróbáltuk megjeleníteni, hiszen nyilván nálunk a környezetvédelem az egy nagyon-nagyon fontos szempont, és nyilván mindennel ilyen értelemben összefügg, és ha minden jól megy, és
és a vírus is úgy gondolja, akkor június végén például szeretnénk egy Sóstón egy környezetvédelmi napot, programot az Ikarusszal közösen, a Zöld Busszal közösen megteremteni, hiszen nyilván a jövőnk záloga az, hogy mennyire tudunk ezekben a kérdésekben előrelépni. De nagyon konstruktív megbeszélések, egyeztetések voltak, úgyhogy ezután is tényleg minden partnernek köszönöm az együttműködést. Ami még fontos egyébként a busszal kapcsolatban, természetesen bárki felszáll, azt ingyenesen teheti, hiszen ugye nem önálló járatként tettük bele a Fordákba, hanem egy rásegítő járatként a rendes, hagyományos busz előtt jár a vonalakon. Újdonság, hogy wifivel rendelkezik, hiszen szerettük volna ezt is kipróbálni. Ugye minden eszközt az Ikarus biztosított ahhoz, hogy ez tudjon működni. Az egyik telefonos társasággal pedig megállapodtunk, hogy biztosítja a SIM-kártya és egyéb dolgait, úgyhogy most ezt is próbáljuk, hogy ez milyen módon megy, hiszen ebből is fontos adatokat tudunk majd a későbbiekben leszűrni, hogy egyébként az autóbuszokon egyrészt mennyien használják, milyen tevékenységekre használják a Wi-Fi-t, úgyhogy ezt is ki tudjuk majd próbálni, úgyhogy bátran mindenki használja a Wi-Fi-t. Mi kipróbáltuk már az első nap, működik, úgyhogy ez is rendben van, és hát nyilván komoly céljaink és terveink vannak az elektromos busz tekintetében is, hiszen nem állunk le a flotta kicserélésével, megújításával. Ugye a csuklós buszok jelentős részét ugye sikerült már kicserélni, most a szóló buszok tekintetében kezdtünk el mind az állammal, mind pedig a Volánbusszal közösen tárgyalni arról, hogy hogyan tudjuk folytatni ezt a programot, és a csuklós, illetve a szóló buszok tekintetében is egy jelentős mennyiségű új buszt tudjunk beszerezni. Nyilván a tárgyalások zajlanak, azért ez egy komoly matematika is, hiszen ennek vannak azért komoly forrás igényei is, hiszen Tamás is említette, hogy azért ez a klasszikus dízelbuszoknál szinte kétszer annyiba kerülne maga az előállítása, illetve a bekerülési költsége. Ugyanakkor nyilván hosszú távon pedig az üzemeltetése jóval olcsóbb, hogyha minden feltétel adott. És nyilván ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy a töltési infrastruktúrát hogy tudjuk kiépíteni a városban, akár a Volántnak a telephelyén is, hiszen ennek azért komoly áram igénye van. Éppen napokban fogunk majd a elektromos szolgáltatóval egyeztetni arról, hogy ha amennyiben több buszt is be tudunk szerezni, akkor mennyi idő alatt tudjuk a töltési infrastruktúrát kiépíteni ahhoz, hogy valóban meg tudjuk oldani, hiszen alapvetően azért egy vagy két buszonként kell egy töltő, hiszen nyilván azért éjszakai töltésre tudunk nagyjából berendezkedni. Úgyhogy számtalan kérdés van még, ami tisztázásra vár a következő napokban, hetekben, de reméljük, hogy a következő időszakban, akár 2022 tavaszán már jóval több elektromos busz mehet majd Székesfehérvár útjain. És hát nyilván ehhez kapcsolódóan pedig egyéb más újításokat is tervezünk, akár az elektronikus jegyrendszernek a bevezetése, átalakítása és egyéb más dolgok, de ez majd a következő időszak témái lesznek majd. Igen, majd még erről is szeretnék akkor kérdezni, de hogy még egy kicsit így a buszra visszatérve, hogyha jól tudom, akkor ez egy olyan busz, ami olyan tanúsítványra rendelkezik, amivel azért sok elektromos busz nem. Így van, tehát sok elektromos busz, inkább azt mondom, Magyarországon ez mindenképpen egy kuriózum, tehát itt az Ikarus első magyar gyártóként egy európai típus bizonyítvánnyal rendelkező járművet helyezett forgalomba, illetve kezdte el a sorozatgyártását. Ez azért mindenképpen egy mérföldkő, hiszen akkor ezt már nem csak a magyar piacon, hanem teljes egészében az Európai Unión belül lehet majd értékesíteni, és hát ezzel a céllal is vágtunk neki ennek a fejlesztésnek, hogy egy olyan járművet készítünk, ami nem csak itt Magyarországon, hanem alapvetően itt Közép-Kelet-Európában egy olyan árértékarányt tud képviselni, amivel igenis megjelenhetünk újból a hagyományos exportpiacainkon itt a Közép-Kelet-Európai régióban. Ugye nálunk most egy ilyen busz állt forgalomba, itt, mint a projekt kapcsán, de hány ilyen busz készült egyelőre itt? Ennek a busznak a gyártásával párhuzamosan négy másik testvére készült el, illetve van befejezőben. Ezek is még alapvetően tesztjárműveknek készülnek, hiszen ahogy itt a városi tesztelésből is látszódik, azért minden üzemeltetőnek jó, ha van valamekkora tapasztalata, mielőtt egyáltalán a beszerzésnek a végleges paramétereiről és a felhasználási körökről végleges döntést hoz. Másrészt ugye mi is szeretnénk bebizonyítani, hogy
itt nem csak a papíron készültek el járművek, hanem ezek tényleg kipróbálható és fogható eszközök. Tehát ez az 5 darab busz, ez már készen van, illetve januárban elindítottuk egy 40 darabos szériának a gyártását is. Ez is még alapvetően készletre épül, de azt gondoljuk, és úgy látjuk, hogy egyébként egy túlkeresletes piac van, tehát most aki gyárt, az jó pozícióban van, hogy a megfelelő bizonyítványok birtokában és a megfelelő referenciák birtokában ez az értékesítés az idei évben beindulhat. Itt akár Magyarországon is, de nyilván a külföldi piacokat is célozzuk, illetve vannak folyamatban lévő ajánlatkiadásaink, illetve tender eljárásaink, amikben részt veszünk. És mi bízunk benne, bocsánat, hogy a magyar piacon is, és akár a székesfehérvári piacon is lesz, hiszen nyilván nekünk az Icarus két szempontból is nagyon-nagyon fontos, amellett, hogy közvetvédelmi szempontból ez az elektromos busz nagyon fontos, de hát nyilván a város múltja, jelene és jövője szempontjából is fontos, hogy minél nagyobb gyártási kapacitás alakuljon itt ki, hiszen nyilván amellett, hogy az Icarus név az összeforra a város nevével, minél több gyártás lesz, és minél több értékesítés a városnak, annál több iparüzési adóbevétele keletkezik, amelyet nyilván munkahelyeket teremt, iparüzési adót jelent, és akár abból pedig újabb buszok vásárlására, vagy egyéb más környezetvédelmi feladatokra is tudunk fordítani, úgyhogy mi nagyon-nagyon támogatjuk, és szeretnénk, hogyha valóban nagy gyártási kapacitással újra tudna indulni az Icarus. Ugye a polgármester úr is elmondta, hogy 8 nagyváros kapcsolódott be, ugye Székesfehér is köztük van, hogy a többi város, tehát a többi 7 város ott nem kértek Icarus buszt, hogy erről mit lehet tudni? Még folyamatban, amiben a programban 2 helyszínre jelentkeztünk, ebből már Székesfehérvár ugye az, ami eldőlt, és még az ITM-mel zajlanak az egyeztetések, hogy a másik helyszínt mikor és hol fogjuk tudni megejteni. Meddig tart egyébként ez a zöld busz program, mert ugye mint a projekt az most akkor egy hónap, vagy mit lehet róla tudni? Igen, alapvetően 28 nap egy-egy városban mint a program, és minden hónapban másik városban kerül sor. Ugye Debrecen, Nyíregyháza és Békés Csaba volt a tavalyi évben, és most velünk kezdődött így februárban a program. Én nagyon bízom benne, nagyon pozitívak. Eddig is már a visszajelzések, tapasztalatok a közösségi médiában nagyon pozitívan fogadták a székesfehérváriak, és hát reméljük, hogy ez is arra ösztönöz mindenkit, hogy ezt a programot tudjuk folytatni. Azt azért mondom, látni kell, hogy ennek nagyon komoly költségvetési kihatásai vannak, de azt gondolom, hogy a jövőbe fektetni kell, és szerencsére azért az elmúlt évek takarékos gazdálkodásai, a tavalyi évben időben meghozott, polgármester úr által időben meghozott pozitív költségvetési lépésekkel talán reális esély van arra, hogy ezt a programot tudjuk akár az idéntől már folytatni, hiszen van egy nagy országos pályázat, amelyen a Volánbusz várhatóan indul, és annak keretében szerez majd be elektromos buszokat. Itt nyilván még a matekon egyeztetünk a Volán busszal, hogy ebből a Volán busz, mint szolgáltató, illetve a város, mint a feladatért felelős, mennyi részt tud vállalni a következő években. Hiszen nyilván, mondom még egyszer, itt nem csak a busznak a megvásárlásáról van szó, hanem az infrastruktúra képítéséről, az esetleges következő években, 8-10. Évben egy akkumulátor cseréről is a buszokban, tehát itt azért felmerülnek egyéb kérdések. Persze mondom még egyszer, hogy aztán az évek alatt pedig nyilván az üzemeltetési költségei pedig jóval alacsonyabbak, mint a dízel buszoknak, nem beszélve a környezetvédelmi hatásaikról, de érdekességképp ezt én már többször volt alkalmam a buszon menni, hogy mennyire halk és minden, hogy egyéb más eszközöket kellett felszerelni. Ezt Tamás is mesélte, hogy egyébként a úton közlekedők vagy a gyalogosok hallják, hogy érkezik a busz. Igen, tehát hogy ugye ez egy a környezetvédelmi terhelés mellett azért a zajterhelést is jelentősen csökkenti, ugye itt nem kell messzire visszamenni, azért egy régi Icarus elpöfög mellettünk, azért azt pár utcáról is lehet, hogy halljuk sajnos. Ez a jármű, ez már valóban olyan csendes, hogy úgynevezett zajgenerátort kellett beépíteni. Ez alacsony sebességnél egy ilyen motorbúgás hangot ad ki, hogy ugye az éppen arra járó gyalogos, aki mondjuk nem látja, az is hallja, hogy ugye jön a busz, és akkor ne lépjen le véletlenül a jármű elé egy buszöbölnél való kiálláskor, vagy bármikor, amikor ez esetlegesen probléma lehet. Úgyhogy
Igen, most már nem az a baj, hogy túl hangos, hanem hogy túl halka a jármű. Mondta a polgármester, hogy már vannak valami fajta visszajelzések azért így a közösségi felületeken. Mit írnak egyébként az emberek? Én azt gondolom, hogy a 99%-a nagyon örül, hogy Icarus busz. Azt gondolom, ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokan élnek még, akik egyébként annól nagyon aktívan részt vettek az Icarus mindennapjaiban, és nosztalgikus visszaemlékezések vannak. Azt gondolom, hogy nagyon sokan jegyezték meg, hogy a most nem fogom tudni pontosan a számot, de egy nosztalgia csengőt építettek be a Tamásék. Így van, tehát ugye próbáltunk kicsit tisztelegni a nagy elődök előtt, és ezért még a 260-as szériából ismert berregős csengőt építettük be, hogy legyen egy kis retro életérzés igen az utasokban, hogy akkor nem csak kívülről, hanem belülről is egy Icarus szellemiség van ebben a buszban. És hát mindenki a kényelemről, a halkságról, a menet tartásról mind nagyon pozitívak a visszajelzések, amelyet, hogy látványnak is egyébként egy jó látni egy ilyen buszt a város útjaim. A következő időszakban, a hátralévő 3 hétben szeretnénk egy utas elégedettség mérést is elvégezni, ennek az összeállítása folyamatban van. Még ezt szeretnénk online is, illetve nyilván majd a buszon kérdező biztos kollégák is fognak majd menni, hogy aztán a tapasztalatokat még jobban össze tudjuk gyűjteni. Egyébként ennek a programnak a keretében napi adatszolgáltatást kell mind az Icarusnak, mind a Volánbusznak teljesíteni, az adott nap futás teljesítményéről, az aksi állapotáról, stb. Tehát, hogy így nagyon komoly képet kap mind a gyártó, mind a szolgáltató, mind pedig a tulajdonos, hogy milyen paraméterekkel tervezhet, hogyha egyébként elindul az elektromos buszok vásárlása irányában. Ugye itt tényleg, hogyha már egy az akkumulátor szóba került, akkor ugye hát ez a busz egész nap járja így a várost, akkor mennyire bírják ezek az akkumulátorok, vagy hányszor kell ezeket tölteni mondjuk egy nap, vagy mik eddig a tapasztalatok? Optimális esetben egyszer éjszaka töltjük fel ezt a járművet, és akkor végig futja a napot. Ugye ez az elmúlt egy hétben is gyakorlatilag így történt. Ez, ahogy a polgármester is elmondta, ez egy élő tesztelés, tehát hogy mi is most látjuk, ugye, hogy a polgármester is elmondta, minden nap más járaton közlekedik, egyébként ebben a 28 napban 13 sofőr fogja vezetni, tehát mindenkinek más a lába, mások az ajtónyitások egy-egy járaton, tehát mi is tapasztaljuk ezt a folyamatot, illetve hát ugye az időjárás is egy komoly szempont, úgyhogy pont talán elsőként azt gondolom, hogy majd mi leszünk Magyarországon az első buszgyártók, akik majd ezt sarkvidéki környezetben is tesztelhetik itt ugye a jövő heti időjárás jelentést, ha hallgatjuk. Hát izgatottan várjuk mi is, a reményünk az az, hogy egy feltöltéssel ezt az időszakot is ki fogjuk bírni, de természetesen folyamatosan egyeztetünk a Volánnal, a várossal, a forgalom szervezőivel, hogy ugye real time látjuk azokat a fogyasztásadatokat, amik a buszban éppen vannak, hogy szükséges-e esetleg rátölteni egy járműre, vagy nem. De alaphelyzetben és normál körülmények között ezek egyszer éjszaka töltődnek föl, és futják végig a napi teljesítményt. Igen, a menetrendet is úgy alakítottuk ki, hogy nagyjából egy maximum 220 km legyen egy-egy napi futás mennyiség. Ennél vannak olyan járatok, amelyeknek a teljes napi hossza azért ennél több, vannak 280, majdnem 300 kilométeres járatok is, ezért van az, hogy nem műszakkezdéstől műszak végéig jár egy-egy napon a busz, hanem kivettünk néhány járatidőt annak érdekében, hogy ezt a 220 kilométert ne nagyon lépjük tovább, hiszen nyilván itt nagyon sok minden befolyásolja az akkumulátornak az állapotát, és hát nyilván a jövő heti, meg a hét, vagy csütörtöktől kezdődő minuszok azért komoly tapasztalatai lesznek majd a busznak. Ugye itt beszéltünk arról, hogy károsanyag kibocsátást ugye lehet ezzel csökkenteni. Mondjuk ez most egy busz, de hogy hány busznak kellene mondjuk így a városban működni, hogy tényleg érezhető legyen a környezet szennyezés csökkentése? Hát azt gondolom, hogy a legjobb az lenne az ideális állapot, hogyha az összes. De azt gondolom, hogy ez egy komoly, azért Székesfehérvár útjain 65 autóbusz szolgálja ki a jelenlegi hálózatot, amely egy nagy mennyiség. Ugye ebből már 23 euró 6-os dízel, az legújabbak. Szeretnénk nyilván a 26 szóló busz mondjuk felét a következő néhány évben egyébként lecserélni, erre van reális esély, tehát egy komoly lépéseket teszünk annak érdekében,
hogy a károsanyag kibocsátásban eredményt érjünk el, és hát nyilván ez egy nagyon fontos kormányzati program is, tehát több 10 milliárd forint áll rendelkezésre a következő években annak érdekében, hogy a városokban ez megtörténjen. Ugye ebben vannak azért már példák, hiszen Paks legutóbb múlt héten állított be 10 elektromos buszt a hálózatába. Más városok is gondolkodnak rajta, úgyhogy forrás van. Itt nyilván mondjuk úgy, hogy az áldozatvállalás arányán tárgyalunk, hogy kinek mennyit kell ebbe beletenni, de közös cél kell, hogy legyen, hogy a gépjárműflották megújuljanak az utakon. Ugye nagyon jó ez a mintaprojekt, mert így most mindenki tényleg kipróbálhatja, majdnem mindenki, tehát aki szeretné, ezt kipróbálhatja ezt az elektromos buszt, de hogy az első busz valójában mikor érkezhet meg, ami tényleges forgalomba áralom, mit lehet tudni? Hát ha minden jól megy, és meg tudunk állapodni mind az állammal, mint pedig a volánbusszal, akkor várható a jövő év elején szeretnénk, hogyha a mostani pályázatnak köszönhetően a forgalomba állnának. Bízunk benne, hogy ez helyi érdekeltség lesz, de hát nyilván azért a közbeszerzési eljárást a volánbusznak is le kell majd folytatnia, de úgy látjuk egyébként, hogy nagyon versenyképes az Ikarusz mind Magyarországon, mind pedig Európában, úgyhogy ezért is vagyunk bizakodóak a tekintetben, hogy jövő évtől már több Ikarusz is róhatja majd a székesfehérvári utakat. És akkor, ahogy mondta, hogy akkor az első mondjuk munkába áll, tehát hogy egy járatba kerül, és akkor utána lehet kiépíteni ugye ezt az infrastruktúrát, ami aztán több busz, elektromos buszt eredményezhet. Ezt párhuzamosan kell vinni, azért is kezdtük már meg az egyeztetéseket, tárgyalásokat, hiszen nyilván azért a városipara jelentős energiát igényel, és ez itt a villamos energia szolgáltatónak komoly feladata, hogy a város energiaellátását segítse. Épp küzdünk elsősorban a külső városrészekben, például azzal a feladattal, hogy nagyon komoly napelem támogatások vannak most a családi házak tekintetében, de sok helyen én is képviselőként is tapasztalom, hogy abban a bajban vannak az ott élők, hogy nincs elég energia ahhoz, hogy ezt le tudják, vagy fel tudják szerelni a házakra. Úgyhogy most azért az energiaszolgáltatóknak ebben sokat kellene előrelépni, hogy ezeken a pályázatokon például mindenki el tudjon indulni. Vizsgáljuk, hogy a volánbusz területén vagy a környékén, a Burgundy úton mennyi energia áll rendelkezésre, hiszen nyilván itt azért mondom, ha buszonként egy-egy töltőt ki kell építeni, annak komoly energiafelvevő igénye van, úgyhogy ezek a tárgyalások is megkezdődtek, hogy mire érkeznek a buszok, remélhetőleg addigra már a töltési infrastruktúra is rendelkezésre álljon. És akkor hát az Ikaruszban megkészülnek a buszok ezek szerint? Hát így van, tehát hogy vásárolni biztos, hogy lehet tőlünk. Nyilván itt a polgármester is elmondta, mi is egy versenyhelyzetben készülünk magunkat megmérettetni, tehát itt mind Magyarországon, mind külföldön komoly tender folyamatok, közbeszerzésekkel, hogy lefolytatódjanak, és abban kell a legjobbnak lenni. Mi gondoljuk és hisszük, hogy az árérték arányunk az nekünk lesz a legjobb. Itt a magyar piacon is, de Közép-Kelet-Európában is mindenképpen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak, és egy kicsit közelebb hozhattuk a nézőket az elektromos buszokhoz, ehhez az elektromos buszhoz, ami most itt a Székesfehérvár utcáit járja. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És hát reméljük, hogy önök pedig ezen a héten, következő héten és még egy hét múlva, következő héten, két hét múlva ki fogják tudni próbálni ezt az elektromos buszt, és esetleg megírják véleményüket majd a közösségi felületeken, hogy milyen tapasztalataik voltak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!